Üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben a 300 fokos szöget szerkesztjük. A 300 fokos szög szerkesztésekor felhasználjuk a már ismert alapszöget, a 60 fokot. Konkrétan, ha megszerkesztjük egyszer a 60 fokot, abból 5 veszünk, hiszen 5 x 60 az egyenlő 300 fok. Nézzük akkor, először is szerkesztjük meg tehát a 60 fokos szöget kiinduló pontként vegyünk fel egy OP egyenest, szükségünk lesz egy körzőre és egy vonalzóra. A körzőnket szúrjuk az O pontba, nyissuk ki tetszőlegesen, és rajzoljunk egy körévet. Figyeljünk arra, hogy a 300 fok, az egy nem konvex, vagy másképpen konkáv szög, ami azt jelenti, hogy a körévünket inkább nagyobbra rajzoljuk, az se baj, hogyha egy teljes körévet rajzolunk. a folytatásban ugyanezzel a körzőnyílással, figyeljünk arra, hogy ne csukjuk be, ne nyissuk ki jobban a körzőnket, induljunk meg a pontoktól, tehát először is szúrjuk abba a pontba, ahol a körív meccsi a félegyenest, és ezzel a körzőnyílással meccsük el a körívünket. Elmeccettük egyszer, ezt még meg kell, hogy ismételjük négyszer. Most a meccéspontba szúrom, elmetszük még egyszer, már 120 foknál tartunk, megint a pontba szúrom, elmetszem még egyszer, ez a 180 fok, ez lesz az egyenes szög, megint a pontba szúrom, elmetszem még egyszer, ez már 4x60, vagyis 240 fok, és még egy metszésünkre lesz szükség, tehát megint a pontba szúrom, és elmetszem még egyszer. Már csak annyi dolgunk maradt, hogy az O pontból kiindulva rajzoljuk meg az OQ félegyenest, ami a szögnek a másik szára lesz. Helyezzük a vonalzónkat úgy, hogy egyrészt az O ponton, másrészt pedig az utolsó metszés pontot ölelje fel. Amikor ez megtörtént, meg is rajzolhatjuk az OQ félegyenesünket, az O pontból kiindulva a ponton át. Vonalzónkat félretehetjük, nincs rá más szükség. Jelöljük meg a kapott szárat Q szárként, és íme itt látható az alfa egyelő 300 fokos szög. A 300 fokos szöget természetesen több módszerrel is meg tudjuk szerkeszteni. A most látható módszer a 60 fokot vette alapul, és ebből vettünk 5 -öt. Ennek a módszernek a hátrány egyedül csak annyi, hogy 5-ször kellett beleszúrni a meccés pontokba, ami elég nagy hiba lehetőséget rejt magába. Nézzünk most egy másik módszert, amelynek segítségével gyorsabban és pontosabban meg tudjuk szerkeszteni a 300 fokos szöget. A kezdő lépések ugyanazok lesznek. Adott át egy OP fél egyenes, vegyünk fel, tetszőlegesen nyissuk ki a körzőnket, rajzoljunk egy körévet, megrajzolhatunk egy teljes kört, és a 300 fokos szögnek a szerkesztésekor most azt a tulajdonságot használjuk fel, hogy a 300 fok valójában 360 fok, mínusz 60 fok ami azt jelenti, hogy a 360 fok az a teljes kör, és ebből most egy alapszöget, tehát a 60 fokot kell kivonni. Ami azt jelenti, hogy a 60 fokot most nem a kezdőponttól, tehát nem a meccésponttól fölfele rajzoljuk, szerkesztjük, hanem lefele. Hiszen így akkor a 360 foktól visszafelé haladunk, ez jelenti a mínusz. Ugyanúgy tehát a meccéspontba szúrom a körzőt, és ahogy említettem, nem fönt, hanem lent meccük el, és a 360-ból így most kivontunk 60 fokot. Ennyi volt az összetudomány, már csak annyi dolgunk maradt, hogy megrajzoljuk az OQ szárat. A vonalzót helyezzük egyrészt az O pontra, másrészt a most megrajzolt meccés pontra. Íme, ráhelyeztük a vonalzót, Rajzoljuk meg tehát a szögnek a másik szárát. Amikor ezt megtettük, a vonalzónkat félre is tehetjük, nincs rá már szükség. Jelöljük meg az új szárat, ez lesz tehát a Q szár, és bele is írhatjuk, hogy a megszerkesztett szög alfa egyelő 300 fok. Ezzel szerkesztésünk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!